Az üzletlánc már 2016 óta működteti a fentnevezett programot, amely a közösségeket állítja a középpontba. Ahogy a Nolá Andrea áruházvezető elmondta, a Tesco Magyarországnál büszkék arra, hogy a kollégáikon, a partnereiken és a helyi szinten támogatott projekteken keresztül valódi változások létrehozására képesek. A jelenlegi közösségi pályázat alkalmával 3 díjazottunk van. Szigorú szabályok alapján vannak a díjazások, meghatározott feltételekkel lehet rápályázni, és a díjazottaknak pedig 3 kategóriában van a nyeremény kiosztás. 100, 200 és 400 ezer forint értékben. Helyi közösségek pályáznak, iskolák, óvodák, állatvédő egyesületek. A fő célkitűzése az, hogy a Tesco támogassa a hátrányos helyzetű alapítványokat, egyesületeket, és segítsük őket minden tekintetben. A program folytatásában a Karcagváros közösségeit és a közösen elért eredményekre hívták fel a figyelmet. Ebben az évben a következők kerültek díjazásra. A Remény Rabjai Állatvédő Egyesület, akik 400 ezer forintban, a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium 200 ezer forintban, valamint az Együtt Egymásért, Jövőnkért Közhasznú Egyesület, akik 100 ezer forint jutalomban részesültek. Szepesi Tibor városvezető is gratulált a díjazottaknak, és a továbbiakban is sikeres együttműködést és jó egészséget kívánt. Azt látom, hogy ezen az ünnepségen keresztül, és a médián, a média szakembereink keresztül bepillantást kaphatunk abba a társadalmi szerepvállalásba, amely én azt gondolom, hogy példaértékű az országban, hiszen ahogy hallottuk az előadásokból is, és ahogy a díjak átadásából és a beszámolóból is hallottuk, nagyon sokrétű az a szerepvállalás, amelyet a Tesco vállal. Az élelmiszermentés, a különböző civil szervezetek támogatása, az adománygyűjtés, az azt gondolom, hogy akkora segítség a társadalom bizonyos rétegeinek, amely talán szóban nem is lehet kifejezni, hiszen óriási segítség a civil szervezetek munkájához, óriási segítség azoknak az intézményeknek a munkájához, akik aztán ezt tovább tudják adni a rászorulóknak, és ennek a közös munkának az az eredménye, hogy mindenki el tudja végezni azt a feladatát, amelyet hivatott. Gratulálok a civil szervezeteknek, hiszen ahhoz, hogy a Tesco-n keresztül támogatást kapjanak, ahhoz olyan munkát kell végezniük, amely egyrészt felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy igen, ők rászorulnak erre a támogatásra, és ezen a támogatáson keresztül jobban és sokkal hatékonyabban tudják végezni azt a munkát, amelyet ők célul tűztek ki maguk elé.